híreinket. Önök a Pannon Televízió híradóját látják, Sarkadi Krisztina vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Több mint 100 férőhely, 8 csoportszoba, zöld környezet, új bölcsöde épül Mohácson. Kerékpárút, megerősített úttest elkerülő az Expónál, elkészült pécsi útfejlesztések. Újabb kedvezményezetti kör a Széchenyi kártya programban, taxisoknak is jár az ingyen hitel. Jótékonysági gokart verseny, több mint 500 ezer gyűlt össze Petra segítésére. Több mint 800 millió forintból épül új bölcsöde Mohácson. A régi épület már nem felel meg a kor követelményeinek, ezért egy 112 férőhelyes, 8 csoportszobából álló létesítményt hoznak létre a Deák téren. Az intézmény mellett parkolót is kialakítanak, emellett minden terem egy kerthelyiségben nyílik a tervek szerint. A topos pályázat keretében megvalósuló beruházás határideje 2022. december hónap vége. A Mohácsi bölcsisek és ovisok műsorával vette kezdetét az ünnepélyes alapkőletétel a Dunaparti városban. A Deák téren ugyanis új bölcsödét építenek hamarosan. Még 2019 tavaszán nyújtott be pályázatot az akkori városvezetés, így a terület és településfejlesztési operatív program keretében valósulhat meg a beruházás. Ez az épület, aminek az alapkövét most fogjuk lerakni, ez egy 112 férőhelyes, 8 csoportos bölcsöde épület lesz. A jelenleg meglévő épületünk korszerűtlen, a csoportszobákat már nem tudjuk bővíteni, és nem is megfelelőek méretüket tekintve és elhelyezésüket tekintve a szabályoknak, ezért úgy határoztunk, hogy egy új bölcsőde épületet építünk. Az építkezésre 800 millió forintos támogatást nyert el a város. Ehhez az összeghez még további 200 millió forintra van szükség, hogy minden költséget fedezni tudjanak. A kivitelező egyébként egy helyi cég. Az ott dolgozók a létesítmény megépítése mellett az egész teret felújítják, hiszen 30 férőhelyes parkolót alakítanak. Emellett minden csoportszoba egy kerthelyiségben nyílik majd. A beruházás része a megyében zajló bölcsöde és óvoda felújítási, illetve építési programnak. A rendszerváltás óta nem látott mértékű óvoda és bölcsöde fejlesztési program zajlik a megyében jelenleg, melynek keretében több mint 6,4 milliárd forintból 30 helyszínen, a megye kisebb és nagyobb településein újítunk föl, illetve építünk óvodákat és bölcsödéket. Őri László hozzátette, ezzel nem csak a városokat modernizálják, hanem jövőt is építenek, hiszen a gyermeket vállaló és nevelő családokat támogatják, ezzel vonzóbb és biztonságosabb jövőképet nyújtva a legkisebb generációnak. Az új mohácsi bölcsöde megépítésének határideje 2022. december hónap vége. Elkészült a kertvárosi kerékpárút, illetve a hozzá kapcsolódó útfejlesztések is készen vannak. Erről beszélt Pécs polgármestere a helyszínen, valamint a kivitelezést felügyelő városi cég ügyvezetője. Mint kiderült, a Nagy Imre út szerkezetét is megerősítették, nem csak új aszfaltréteket húztak rá. Továbbá okos zebrákat alakítottak ki, valamint megépült a Füzesdűlőben az elkerülő úthoz csatlakozó útpálya is. A fejlesztések még az előző ciklusban indultak, a választások után csak be kellett fejezni az építkezéseket, derült ki a tájékoztató. Elkészült a kerékpárút a Pécsi Nagy Imre úton. Magát az úttestet is felújították, mondta hétfőn a város polgármestere a helyszínen. A munkák azonban még a választások előtt kezdődtek, erről is beszélt Péterfi Attila. Egy olyan projektről beszélünk, aminek nagyjából 360 millió forint, bruttó 360 millió forintos költségvetése volt. El kell mondanom, hogy magát a projektet az előző városvezetés készítette elő, komponálta meg, mi már a kivitelezést talán örököltük meg. 500 méteren erősítették meg a Nagy Imre utat és aszfaltozták le, mondja a városfejlesztési cég vezetője. Aszfalt erősítő rács került elhelyezésbe teljes szélességbe, ezzel is kitolva az újonnan elkészült aszfaltrétegnek az élettartalmát. Körülbelül másfél kilométer hosszan teljesen új kerékpár út került kialakításra, körülbelül 22-23 darab közvilágítási kandelláber oszlop került a kerékpárút mellett kialakításra, 20 darab új facsemete került elültetésre, 3 darab okos zebra került elhelyezésre. Az okos zebra LED fénnyel jelzi az autósoknak, ha gyalogos kell át az úton. A fejlesztés része, hogy a kerékpárút egészen a Pellérdi útig megépült. Vele együtt pedig az elkerülő útra csatlakozó úttest is az Expo Center mellett. Azonban ezt a szakaszt várhatóan csak jövő januártól vehetik birtokba az autósok, ugyanis a használatba vételi engedélye még nincs meg.
A járvány második hullámának meredeken emelkedő szakasza zajlik egész Európában és Magyarországon is. A fertőzöttek száma dinamikusan emelkedik, derült ki a kormányzati tájékoztató oldalon. 2316 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus fertőzést, ezzel 61.563 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Baranyában 34 új fertőzöttet azonosítottak, elhunyt 47, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 1472 főre emelkedett, 16.491-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 43.600 fő. Kedvezményes hitel lehetőséghez juthatnak mostantól a taxisok is, így döntöttek a Kavosz ZRT-nél. A Széchenyi Kártya hitelprogramot a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kezdeményezésére állami kezességvállalással működteti a Kavosz, így juttatva kedvezményes hitelekhez a hazai vállalkozásokat. Még szeptemberben jelent meg a turisztikai Széchenyi Kártya a vendéglátósok szálláshely szolgáltatással foglalkozó vállalkozók támogatására, akkor kimaradtak a kedvezményezetti körből a személyszállítók. Most azonban ezen változtattak, és október 22-től ők is 0%-os hitelhez juthatnak. Ingyen hitelhez juthatnak a taxisok október 22-től. Ők is igényelhetik a turisztikai Széchenyi kártyát. Én csak örülök neki. Majd utána nézek egyszer biztos, de majd. Jelenleg nem terveztem autócserét, úgyhogy én nem valószínű, hogy ezt most így bevállalom. De jó dolog, akinek szüksége van rá, ez egy nagy segítség, de én jelenleg egy pár évig még ezzel működök. Autócsere, vagy aki több autót működtet alkalmazottakkal, és őket akarja megtartani a kisebb forgalom ellenére, nekik jól jön például ez a hitel lehetőség, mondják a személyszállítók. A Kavosz ZRT működteti a turisztikai Széchenyi kártyát is, amit a helyi iparkamaránál kell igényelni. Azonban eddig a turisztikai iparák szereplői között nem szerepeltek a személyszállítók, taxisok. Ezt kifogásolták az ezen a területen dolgozó vállalkozók. A Kavosz ZRT rendkívül gyorsan reagált, és október 22-én a turisztikai ügynökséggel, Innovációs Technológiai Minisztériummal egyeztetve már meg is történt az ügyfélszabályzatban a módosítás. Ez azt jelenti, hogy a turisztikai szektor szinte minden elképzelhető ágazata és alágazata alanya a Széchenyi kártyának, és október 22-től most már a személyautós, kisbuszos szolgáltatók is igényelni tudják a Széchenyi kártyát, a turisztikai Széchenyi kártyát. Így 1 milliótól akár 250 millió forintig 0%-os kamattal 0 forint kezelési költséggel juthatnak hozzá ehhez a kedvezményes hitel lehetőséghez a személyszállítók is mostantól. A turisztikai Széchenyi kártyát egyébként szeptember 21-től vezették be hazánkban. Lezárult a Misina ötletbörze pályázatainak értékelése. Az volt az elvárás, hogy az itt élők éljenek javaslatokkal a Misina tetőhöz kapcsolódó beruházások alakítására, és olyan fejlesztés jöjjön létre, amely nem csak folyamatosan vonza a látogatókat, de gazdaságilag fenntartható és illeszkedik is a befogadó környezethez. A végső cél olyan építészeti, környezetrendezési fejlesztése kialakítása, amely révén az épületet és annak környezetét egész évben használhatják a pécsiek és a turisták. A Misina ötletbörze szeptember 30-ai benyújtási határidejére összesen 35 darab ötlettel érkezett. A beérkezett anyagokat zsűri szakmai szempontrendszer alapján október 14-én tartott ülésén véleményezte, és kiválasztotta azt az 5 pályamunkát, amelyek 100 000 forint díjazásban részesülnek. A nyertes pályaművek komplexen kezelték a Misina étterem és környezetének fejlesztését, továbbá megfeleltek a pályázati feltételeknek is. Rengetegen segítettek Petrának, a folyamatos oxigénpótlásra szoruló kamaszlánynak, akinek gyámja azért kezdett gyűjtésbe, hogy egy hordozható oxigénkoncentrátor beszerzésével biztosíthassa a 15 éves kislány önállóságát. Az ügyet felkarolta a Kárt Aréna Gokart stadion is, akik jótékonysági versenyt rendeztek szombaton. A megmérettetésre az első 50 jelentkező nevezését fogadták el, de sokan voltak azok is, akik ugyan nem versenyeztek, de adományukkal segítették a nemes ügyet. Nem egy szokványos gokart versenyhez gyülekeznek a résztvevők. A Kárt Aréna Gokart stadion az első 50 fő nevezését fogadta el arra a különleges megmérettetésre, melynek bevételét Pataki Petra javára ajánlották fel a szervezők. A 15 éves kislány önállóságához egy hordozható oxigénkoncentrátorra volt szüksége. Petra nagyon boldog, tud iskolába járni, és rengeteg terve van. Jobban megy a suli, meg az osztálytársaim is egyre jobban elfogadnak. Szeretnek engem. Hát
Nem sok minden változott, most inkább nagyon szeretnék majd minél hamarabb, majd a vírus után kimenni Oxfordba, meg Izraelbe, meg mindenhova. A gyűjtést Petra gyámja kezdte el, de nem gondolta volna, hogy ennyire sokan állnak az ügy mellé. Azt mondta, hogy szabadabbá vált ezzel. És én pedig úgy vagyok, hogy az elmúlt 10 évben nagyon-nagyon sok minden negatív ért, és egyszerűen számomra ez hihetetlen, hogy ez megtörtént, és hogy ilyen gyorsan ennyi ember segített rajtunk. Nagyon szépen köszönöm. A verseny résztvevőinek a Mira csapat is felajánlott egy díjat, valamint a Kárt Aréna Gokart stadion is nagyon készült. Ezt most már ugye tudom, mert ugye feltétel volt, hogy mindenki előre küldje el, vagy utalja el a pénzt, amit ugye a jótékonyságra számoltunk. Ez 520 ezer forint ugye a nettó összeg, amit átadunk a Máriának a mai nap. Sokkal több, mint amire én számítottam. Tehát én úgy gondolom, hogy ők is eléggé boldogok lehetnek, hogy egy ilyen kis adomány összejött a csapattal. A jótékonysági gokart versenyen több mint 500 ezer forint gyűlt össze. Az MB2-es PMFC és az MB3-ban szereplő HRN Kozár Michelin labdarúgó csapata is győzni tudott vasárnap hazai pályán. Vas László tanítványai a Gyirmót FC Győrt győzték le 1-0 arányban, Jelena Rihár csapata pedig a Dabas Gyón FC-t 3-0-ra. Mindkét gárda a legközelebb a MOL Magyar Kupában bizonyíthat szerdán. A piros-feketében játszó PMFC a sárga-mezes Gyirmót FC Győr együttesét fogadta a Merkantil Bankliga MB2-es labdarúgó bajnokság 13. fordulójában vasárnap. A gól nélküli első félidő után az 58. percben egy lecsorgó Geiger Norbert elé került, aki 17 méterről laposan a jobb alsóba lőtte a labdát, és ezzel megszerezte a vezetést a PMFC. A találkozón ugyan többet támadott Vas László együttese, több gól nem született. A csapat Zsinórban 3. győzelmét szerezte meg, és ezzel előrelépett a tabella 5. helyére. Hát egy szóval, ugye örülök, boldog vagyok, hogy ilyen csapatom van. Annak ellenére nyilván, hogy minket is sújtanak különböző problémák. Bárkihez nyúlok, bárkit játszhatok, mindenki mindent megtesz azért, hogy eredményesek is legyünk. Nyilván mindig vannak olyan dolgok, amiket ki kell, hogy javítsunk, de attól függetlenül úgy gondolom, hogy nagyon jó úton járunk, és ezzel a hittel, ezzel az alázattal dolgozunk tovább, biztos vagyok benne, hogy hosszú távon kifizetődő. Ezt a győzelmet abszolút a hiányzóinak ajánlom. A fehérmezes HR-rend Kozár Michelin pedig a kékmezben játszó Dabas Gyón FC együttesét fogadta az MB3-as bajnokság 15. fordulójában, szintén vasárnap. Az első hazai gólra 13. percig kellett várni, amikor Turi Tamás szöglete után Füredi Szabolcs közelről lőtt a hálóba. A 78. percben aztán Juhász László szerzett labdát a félpályán, Babinski Bence a testével próbálta azt a kapuba juttatni, sikertelenül, de érkezett ismét Juhász, aki a kipattanót a hálóba lőtte. A 92. percben pedig egy hazai kontratámadás végén Csernik Zsombor szerezte meg a Kozár Michelinek 3. gólját. A kezdőcsapatot is meg kellett varjálni, mert ott is sérülés volt már. Akik helyettek beálltak és helyettük játszottak, úgy gondolom megtettek mindent. Védekeztünk, nagyon jól megoldottuk a védekezést, igazániból hiába birtokolta többet a labdát, az ellenfél helyzeteket igazán nem tudott kialakítani, és a kontráink azok megültek, nem csak a végén lehetett volna a helyzetünk, már előbb is le tudtuk volna zárni a meccset, de jó így zárni egy hetet. Mindkét csapat a MOL Magyar Kupában lép pályára szerdán, a PMFC Salgótarjánba, a HR-rend Kozár Michelin pedig a Taksonyhoz utazik. Zenés felvonulást és borkóstolót rendeztek Vargán. A baranyai település lakosai és a környékbeliek ezzel a vidám programmal derítették jókedvre a koronavírus helyzet miatt egyedül maradt lakókat. Az élő zenés felvonulás után pedig egy baráti beszélgetésre és megvendégelésre hívták a résztvevőket. Készülnek a zenészek a Vargai Faluház udvarán. A baranyai településen ugyanis egy baráti hangulatú felvonulást rendeztek. Az esemény célja, hogy a koronavírus helyzet miatt egyedül maradt lakosokat jókedvre derítsék, így vidám zeneszó mellett sétáltak utcáról utcára a résztvevők. Emellett szüreti program elemmel is színesítették a rendezvényt.
A másik rendezvényünk meg, ami itt bent a faluházban fog lenni, az meg a Szőlős-Boros gazdanap, ahol a Felső-Egerszeg és a Vargai Szőlőhegy tulajdonosok összejöttek, vagy össze fognak jönni, ugye, és egy kis ilyen, hát, zsíros kenyér, bor mellett beszélgetnek. Igazából egy ilyen barátságos megbeszélgetés lesz, hogy nem találkoznak, és akkor itt legalább összejönnek. A felvonuláson kicsik és nagyok, többen közülük népviseletben vettek részt, ezzel is felidézve a régi hagyományokat. A vargai lakosok mellett szomszédos településről is érkeztek borászok. A faluházban ezeket a nedüket is megkóstolhatták, majd baráti beszélgetésre invitálták a résztvevőket. Négy vidéki városban emelkedik a koronavírus szennyvízben mért koncentrációja, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ hétfőn a koronavírus.gov.hu oldalon. Azt írták, a 43. héten az ország legtöbb településén, így a fővárosban és az agglomerációban is stagnál a koronavírus szennyvízben mért koncentrációja. Még néhány nagyvárosban, így köztük Pécsen is, a tendencia emelkedő. A járványhelyzet változatlanul fennáll, a megelőző szabályok betartása továbbra is szükséges, hangsúlyozták a kormányzati portálon. A régió híreivel folytatjuk. A gazdaság élénkítése és a munkanélküliség csökkentése. Ez a célja a 2016-ban indult Tolna megyei foglalkoztatási paktumnak. A paktumot lebonyolító szervezetek most Tamásiban vállalkozóknak tartottak tájékoztatót. Főként a szakképzésben rejlő lehetőségekről esett szó. A résztvevők például megtudhatták, milyen előnyökkel jár egy cég számára, ha gyakorlaton résztvevő szakképzésben tanuló diákot foglalkoztat. A Tolna megyei foglalkoztatási paktum egy 2016-ban indult pályázat. A célja, hogy a benne résztvevők erősítsék a megye gazdaságát, valamint csökkentsék a munkanélküliek számát. A programban a Tolnáért Nonprofit Közhasznú Kft. Mellett a kormányhivatal, az iparkamara, valamint a megyei szakképzési centrum vesz részt. A pályázat során a szakemberek főként a tartósan munkanélkülieknek segítenek újra elhelyezkedni, de emellett nagy hangsúlyt fektetnek arra is, hogy a diákoknak, valamint a munkáltatóknak, vagyis a vállalkozóknak tartsanak szakmai konzultációkat, hogy elmagyarázzák nekik, milyen hasznokkal jár egy munkanélküli vagy például egy szakmunkás gyakornok foglalkoztatása. Az idő arányos mérőszámok nagyon jó, ugye 1021 főt kell inaktívat bevonni ez idő alatt, ez most jelen pillanatban szeptemberi mérőadatok szerint a foglalkoztatási főosztály részéről alapján ez 81%-os, reális az esély arra, hogy ez a célszám természetesen az egyéb mellette lévő paramétereket teljesül a jövő év végéig. A gazdaság élénkítése szempontjából elengedhetetlen a megfelelő szakember utánpótlás biztosítása, ebben jut kulcs szerep a megújult szakképzésnek. Dömötör Csaba, a Tolna megyei szakképzési centrum kancellárja Tamásiban most azokról az előnyökről beszélt, amiket egy cég akkor tud kihasználni, ha a munkaszerződéssel szakképzésben résztvevő gyakornokot foglalkoztat. Akár anyagi előnnyel is tud járni. A másik lehetőség pedig nagyon-nagyon fontos, hogy a sokat van a cégnél, nagyon sokat megismerik a gyereket, megismerik a tanulót, meg tudják azt, hogy mire számíthatnak, ha őt alkalmazni kívánják. Tehát van egy ilyen munkavállalói oldala is ennek, és egy munkáltatói oldala is ennek. Emellett a cégek a gyakorlatot teljesítő diákok után adókedvezményre is jogosultak lesznek, ami pedig plusz bevételt jelenthet nekik. A Tolna megyei foglalkoztatási paktumról legközelebb Bonyhádon hallhatnak aktualitásokat a vállalkozók. Ne vásároljon Covid-tesztet az interneten. Erre hívta fel a figyelmet néhány napja Müller Cecília országos tiszti főorvos. Több hamisított tesztkészletet foglalt már le a Nemzeti Adó és Vámhivatal, így nem lehet benne biztos az ember, hogy milyen terméket vásárol az online térben. Legjobb, ha a szakemberekre bízzuk a tesztelést. Interneten semmiképpen ne vásároljanak gyors tesztet. A gyors tesztekkel is az a helyzet, hogy ezek nem egyéni felhasználásra alkalmasak, nem is engedélyezettek erre a célra. Müller Cecília országos tiszti főorvos az operatív törzs egyik sajtótájékoztatóján arra hívta fel a figyelmet, hogy ne vásároljunk interneten koronavírus tesztet, mert egyrészt nem tudhatjuk, hogy honnan származik, hiszen több hamisított COVID-tesztkészletet is lefoglalt már a rendőrség, másrészt a gyors teszthez is elengedhetetlen az orvosi szakértelem. Bár Magyarországon hivatalosan háromfajta teszttel dolgoznak, az interneten ennél jóval több fajtát, vagy ezek hamisítványait is árusítják.
Hegedűs Gyula gyógyszerész azt mondja, magánúton beszerezni a tesztet elég kockázatos. Sokan visszaélnek az emberek jóhiszeműségével, és kihasználják a vírushelyzet adta csalási lehetőségeket. Nagyon kell vigyázni. Én személyesen is találkoztam olyan lehetőséggel, hogy hamis tesztet vásárolhattam volna. Megkerestek ezzel, de mivel nagyon sok kérdésem volt, és nem tudták bizonyítani, hogy ez a teszt honnan származik, és hogy jó minőségű, ezért lebuktak, és elmaradt a nagy üzlet a részemről. Hegedűs Gyula is azt javasolja, hogy mindenképpen avassuk be házi orvosunkat, ha szeretnénk tesztet csináltatni. A legpontosabb és legdrágább teszt a PCR-teszt. Ezt használják főleg az egészségügyben. Ha nem indokolt és nem az orvos írja elő, akkor ennek hatósági ára 20 000 forint körül mozog. Másik működő teszt az antigénteszt, ami már nem annyira pontos. Például, ha az antigéntesztnek negatív az eredménye, azt egy PCR-teszttel ellenőrzik. A harmadik legolcsóbb, de legmegbízhatatlanabb teszt a rapid COVID-teszt. Pillanatnyilag az OGI egyik közleménye alapján azt tudom mondani, hogy még az van érvényben, hogy a gyógyszertárok nem árulhatnak ilyen teszteket. Nem is könnyű árulni egyébként őket, mert a tesztek többsége blokkokban van árulva, tehát nem tudom, hogy 25 teszthez van egy darab futtató folyadék. Egy ilyen 20 darabos gyors tesztcsomag az egyik internetes oldalon 240 ezer forintba kerül. Az elmúlt időszakban már több mint 2000 olyan internetes linket találtak a nyomozók, ahol valamilyen koronavírushoz köthető hamis eszközt árultak. Így az a legjobb, ha észben tartjuk Müller Cecília intelmét. Ne vásároljanak magánúton tesztet, és ne folytassanak otthonukban öndiagnózist. Hátba szúrta ismerősét egy férfi Simon tornyán. A támadásban mindketten megsérültek, az ügyben most tartottak tárgyalást. A vádlott azt mondta, önvédelemből cselekedett, az ügyészi indítványban viszont ennek az ellenkezője áll. A férfi korábban több erőszakos bűncselekményt is elkövetett. Egyszer például egy budapesti egyetemen támadt rá minden ok nélkül két hallgatóra. A megszúrt férfi és a támadója egy háztartásban éltek. Barátok voltak, egy délelőttön a vádlott támadása szerint egy biciklin vitatkoztak össze. A vitából viszont hamar véres támadás lett. Az ügyészi vádirat szerint a vádlott mindenféle különösebb ok nélkül egyszer csak hátba szúrta a sértettet. Az azóta börtönben ülő férfi viszont most máshogy emlékezett a történtekre. Volt egy kis asztalon kint, az fölkapta a spazmát, az a koronász, hogy itt izélekben lesz munkor, meg minden, meg elkezdett a koronában beszélni, nem értettem, és én ott megijedtem, és akkor történt az eset. Vagyis az ismerősét hátba szúró férfi most a bíróságon azt mondta, ő csak önvédelemből támadt rá az áldozatára. Hogy pontosan hogyan történt az eset, egyelőre nem derült ki. A bíróság újabb tárgyalásokat tart majd az ügy tisztázása érdekében. A vádlottnak nem csak emiatt a bűncselekmény miatt kellett felelnie. Egy alkalommal például mindenféle előzetes jel nélkül rátámadt két egyetemi hallgatóra Budapesten az ELTE egyik épületében, majd ezt követően elindította a tűzjelzőberendezést, végül pedig elmenekült. További három ügy került még ide egyesítésre, ugyanis a vádlottal szemben büntetőeljárás indult hamis vád büntette miatt. A vádlott azt állította, hogy kirabolták hamisan, ilyen nem történt meg. Továbbá eljárás indult ellene még egy időskorú sértett sérelmére elkövetett könnyű testi sértés büntette miatt is, és van még egy garázdaság cselekménye, amely Budapestről került ide hozzánk, és szintén egyesítette ezt az ügyet a bírósága jelen ügyhöz. A késsel az ismerősét hátba szúró férfi csak ezért az egy tettért akár 5 év börtönt is kaphat, de ha a többi esetben is bűnösnek találják, ez a szám még tovább emelkedhet. Híradónk végén baranyai témáink még egyszer röviden. Több mint 100 férőhely, 8 csoportszoba, zöld környezet, új bölcsöde épül Mohácson. Kerékpárút, megerősített úttest elkerülő az Expónál, elkészült pécsi útfejlesztések. Újabb kedvezményezetti kör a Széchenyi kártya programban, taxisoknak is jár az ingyen hitel. Jótékonysági gokart verseny, több mint 500 ezer gyűlt össze Petra segítésére.
Kedden napközben szakadozott lesz, de délután nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és helyenként eső, zápor várható. A hajnali 9-11 fokról délutánra 17-19 fokig emelkedik a hőmérséklet. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!